Sziasztok, Stella vagyok, és ez a Klánháború sorozatom 11. része. Tudom, régen volt rész, ez azért történt, mert elég kevés időm volt mostanában. Rokonlátogatás, ügyintézés, stb. Igazából azért, mert ugye az előző videómban elmondtam, hogy Angliába fogok utazni másfél hét múlva, és már erre kell készülnöm. Úgyhogy elnézést kérek a késés miatt. Elég sok minden történt ez idő alatt. Láthatjátok így a kép is megváltozott az előzőhöz képest. Például felépítettem a falat már a 15-ös szintre. Emeltem barakkot is 11-es szintre, illetve még megy. A főhadise volt akkor még a 15-ös szinten. Valamint kiképeztem a katapultot is, és abból is már kezdek gyártogatni. Miért mindig ide mutatok? Szóval abból is kezdek már gyártogatni néhányat. Sorra kapom a jelentéseket, ugyanis, mint mindig, most is rendesen farmolok. Farmolom az inaktívakat is körülöttem. Illetve megindult a klán élet is. Most ismét írtam egy kis jegyzetet, mert annyi minden történt, és olyan sok mindenről akarok beszélni, hogy már emlékeztetnem kell magam. Először is, amit ígértem, a két táblázatot, a katapultokról és a kosokról. Megmutatom először a kosokat, mert ez az első, amit ki tud képezni a játékos, és csak utána a katapultot. Na, itt mutatja a falszintet. Azt a falszintet, ami falut én meg akarok támadni. Itt pedig azt látható, hogy hány szintet akarok lerombolni a falból. Először is, ha látok olyan jelentést, ahol 4-es a falszint, és mind a 4 falszintet le akarom rombolni, akkor 10 katapultot kell küldenem, és az rombolja le. Ha nem akarom mind a 4-et, hanem csak 2 falszintet lerombolni, akkor csak 5 katapultot kell elküldenem. És így tovább, hogyha 20 falszintet szeretnék lerombolni, vagyis a teljes falat, akkor 219 katapultot kell elküldenem. Ennyi. És ez szerintem tök jó. 10-es a falszint, akkor mennyit kell küldenem, hogy ledöntsem, és így tovább. Ez az az érték, ami a maxot leviszi. És a katapultokról beszéltem? Kosok, ez a kosok. Ímé a katapult, ez ugyanaz, csak itt 30-ig mutatja a számokat, mert egyes épületeknek a maximális szintje a 30. És itt ez minden épületre számolja. Na, és itt ugyanúgy, hogyha mondjuk a tanyát nagyon le akarom rombolni katapultokkal, ha teljesen, hát akkor elég sokat kellene, 1175 katapultot kellene küldenem, de ki képez ennyi katapultot? Maximum, hogyha készítünk egy katapultfalut, de hát akkor is. Tehát itt már a katapultnál nyilván egy kicsit jobban kell kalkulálni. Általában olyan 400-500 között szokott lenni a játékosoknál katapult lenni egy-egy faluban, de sokszor még az is sok, de ez ajánlott legalábbis. És hát ha ennyi katapultom van, akkor mondjuk egy 30-as tanyából, ja nem, itt van, mondjuk, innen nézzük. Kb. 21 szintet tudok leszedni. Na mindegy, szóval, hogy itt lehet kalkulálgatni, hogy hát mennyi katapultom van, mennyit tudok küldeni, és ki tudom számolni, hogy körülbelül mennyi szintet rombol le. Az a katapult mennyiség, amit elküldök az ellenséges faluba, vagy nem biztos, hogy ellenséges, simán csak áldozat. Jó, ezeket le is kapcsolom, mert megmutattam. Meg akartam mutatni a térképet is
először frissítek egy kicsit, hogy a legfrissebb helyzetjelentés legyen. Beleraktam a klánok figyelésébe az erdélyklánt is, ugyanis jelenleg ők a klán elsők. És mostantól figyelni akarom a három legerősebb klánt, hogy hogyan alakul a helyzetük. Hát ugye a politika. Látszik, hogy az erdélyklán, ők is ilyen ívben vannak. Ugye érdekes, régen azt hitte volna az ember, hogy az a jó, hogyha így ilyen tömbökben itt van egy klán, ott van egy klán, amott egy klán. Nem, általában amik itt születnek klánok, azok mind megsemmisülnek a világ közepe táján, és azok maradnak életben, amik ilyen ívben születnek meg eleinte. Ez érdekes. Azért is, mert hátulról nem nagyon tudják őket betámadni, mert gyengébbek, tehát sokkal kisebbek a falvak. Itt belül meg egymással vannak elfoglalva a klánok, és ők meg itt szabadon fejlődhetnek, táplálkoznak a kisebbekből is, és néha-néha lopkodnak a nagyokból is. És egyelőre nem sok vizet zavarnak, mert itt a központban indul be az élet. Itt meg ugye még csíráznak. Úgyhogy én azt vettem észre klánháborús életem során, éveim során, hogy az az előnyös, ha ilyen ívben keletkezik egy klán, mert azok maradnak inkább meg. Illetve egy nagyon érdekeset szeretnék mutatni. Az előző videómban is látszódott ez a klán, és ők ilyen sárgásra voltak jelölve. Na most itt a sárgát sehol sem látni. Ez a sárga én vagyok. Azaz, ezt tök véletlenül vettem észre, azt vettem észre, hogy sehol nincs a sárga. És ez azt jelenti, hogy a klán feloszlott. Ez a klán már nem létezik. Szóval, tehát vagy beolvadtak, vagy szétszórodtak valahol. Ez van. Tehát ezért is érdekes, mert így, hogyha figyelek egy klánt, akkor rögtön megtudom, hogy történt velük valami. És igen, megtudtam, hogy ők már nem léteznek tovább. Na, ami történt, hogy rám írt egy újabb ember, aki nézi a videóimat, és őtőle is kaptam nyersanyagot, mert azt mondta, hogy hát nem tudta hova elkölteni, ezért inkább nekem elküldte, én biztos tudok vele valamit kezdeni. Hát mondom, jó van, na nyers is sosem árt. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm Schools Hunternek, hogy gondolt rám, és nekem elküldte ezeket a nyersiket. Én mindig tökéletesen jól el tudom költeni, abból baj nincsen, ha valaki nekem küld nyersanyagot. Illetve egy nagyon érdekes dolog történt még, amitől hát nem tudom, így meghatottam valamilyen szinten, hogy egy korábbi világnak a győztes klánjának a vezére is látta az egyik videómat, vagy talán csak pár részletet belőle, és ezért rám írt, és elkezdett mindenféle tanácsokkal ellátni engem. Én még csak úgy pislogtam jobbra meg balra, hogy mi történik. Kaptam tőle a csapatokkal, védelemmel, támadással kapcsolatban is stratégiai ötleteket, illetve tartjuk a kapcsolatot, beszélgetünk. Ez nagyon jól esik, nagyon köszönöm neki. Azért nem mondom a klán nevét és az ő nevét, mert nem tudom, hogy szeretné-e, hogy ezt híreszteljem. Ha esetleg azt mondja, hogy nincsen ezzel semmi baj, akkor majd elmondom a következő videóban nektek. Igen, nézzük meg a térképet. Nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy én magam vajon kinek lehetek a potenciális áldozata. Nem mint farm, mert hát már ennyi ponttal nem igazán farmnak lennék jó, hanem lassan most már falunak. És hát ahogy nézem a dolgokat, jó, ő is kemény,
ő is kezd keménykedni, de azt hiszem ő az a valaki, akitől nekem tartanom kellene. És mivel megláttam itt a búráját, már korábban is beszéltem róla a videóban, de most, hogy jobban figyelem a dolgokat, és azt nézem, hogy sehol nincs olyan jó falu, vagy olyan magas falu, mint én, csak így erre fele. Ezért nagyon úgy tűnik, hogy szerintem ő majd engem akar befoglalni. Úgyhogy elkezdtem a seregre nagyon rágyúrni, illetve a védelemre is, hát a falat most már nagyon hamar 20-asra fogom húzni. És hát megpróbálom kivédni a támadását. Meglátjuk, hogy mi lesz. Annyira is rákattantam a seregre, hogy volt, hogy egy napig nem is nagyon növesztettem pontot, tehát nem raktam be épületet, hanem minden nyersanyagomat a seregbe fektettem. Úgyhogy ez történt mostanában. Még azon azt nézem most a listámat. Hát amit látjátok, a kastélyos event esemény véget ért. Leltárba, amiket vásároltam, két ilyesmit vettem, vészjelző gombot, ami végül is egy kicsivel, tehát annyit segít, hogyha valakinek támogatást akarok küldeni, mert támadják őket, akkor egy kicsit gyorsabban odaérnek a védelmi seregeim. Illetve ilyet is vásároltam az érmékért, vagy nem is tudom, mik voltak már azok. Ez pedig, hát több teherbírás igazából, olyan, mint egy zászló, egy 5%-os zászló, de csak 48 óráig tart, tehát nem nagy cucc igazából. Viszont annyi a különbség, hogy itt minden falura érvényes, tehát a zászló meg csak arra a falura érvényes, amelyik faluban kihelyeztem. Ez viszont minden faluba. Szóval, na, nem rossz végül is. Csak bölcsen kell felhasználnom, hogy melyik legyen az a 48 óra, amikor én ezt ki tudom használni. Valószínűleg egy olyan napon vagy hétvégén kell ennek lennie, megtörténnie, amikor aktív vagyok. Tehát akkor tudok nagyon sokat farmolni, és akkor tudom szerintem a maximálisan kihasználni ennek a jutalomnak a előnyeit. Akkor ami még történt, itt valaki, egy tagunk írta, hogy hát bajba került, most már napok óta rendszeresen farmolják, sőt rombolják a faluját. Hát megtörtént az az eset, hogy azt kellett neki ajánlanom, hogy kezdje előről, mert nézve a pontjait, nézve a helyzetét, meg hogy mennyire meghaltak a seregei, mennyire nem tudja a nyersanyagát felhasználni, hát azt ajánlottam ugye, hogy kezdje előről, és hát nem tudom, ha megfogadja majd a tanácsaimat, akkor szeretném őt segíteni, mert mondta is, hogy kezdőjátékos, még nem játszott korábban a klánháborúval, úgyhogy én nagyon-nagyon szívesen segítek a kezdőknek, mert hát én is voltam egyszer az, és nagyon rossz érzés volt, amikor ostobának néztek, lekezeltek, és nem válaszoltak egyes kérdéseimre, mert azt hitték, hogy viccből kérdezem. Pedig azért kérdeztem, mert nem értem, mert új voltam. És az szerintem gond, hogy akik már több éve játszanak, sokszor elfelejtik, hogy ők is voltak kezdők, és teljesen nem tudom, szemétként bánnak a kezdőkkel, pedig az lenne a lényeg, hogy mindenkit felemelni, felsegíteni, hogy izgalmas legyen a játék. Na, jó van, ezt is túlpofáztam. Még annyi, hogy baromira beindult most a klán élet. Mondtam az előző videómban, hogy lehet, hogy IT Lordnak a módszerét átveszem, hogy alapítok a klánon belül egy belső kört, akikkel hú, de nagyon majd fejlődni fogunk, meg stb. Stb. Na most én ezt az ötletet felvetettem a klánban, és hát voltak ellenvélemények is, amiket gyönyörűen megmagyaráztak,
érveltek, indokoltak, én pedig ezt elfogadtam. És végül úgy alakult a dolog, hogy azt ajánlottam fel, hogy legelső körlevelemben kiküldtem egy kérdőívet, egy 8 pontos kérdőívet, és azt mondtam, hogy aki válaszol rá, annak a neve mellé odaírom majd, hogy harcos, vagy hát valamilyen jelzőt, és onnantól kezdve csak azok kapják az újabb ilyen jó tanácsos, kérdőíves, meg nem tudom milyen leveleket, akik az első körlevelet, első kérdőívet kitöltötték. Így aki nem akar ezzel foglalkozni, azt nem piszkálom. De még sincs az a hú, a belső kör, és hogy eliteznek, meg hogy hú, de milyen felsőbbrangúak, meg nem tudom mi. Nem. Bárki, aki kéri a kérdőívet, annak elküldöm, és onnantól kezdve azzal rendesen kommunikálni fogok. Aki nem kéri, az nem kap. Ennyi. Ami egy belső fórumot is létrehoztam, amit csak majd megbízható tagok fognak látni, ez sem arról fog szólni, hogy jaj, csak a belső kör látja. Én azt a fórumot úgy képzelem el, arról fog szólni, hogy aki jelentkezik arra, hogy azt lássa, annak meg kell osztania valami belső infót önmagáról, valamilyen stratégiát, vagy az egységei számát, vagy valamit, amit egyébként nem tétetne közhíré oly nagyon, mert hát tartani kell a kémektől. Főleg, hogy ebben a klánban, vagy egy klánba akárki beléphet meghívó nélkül. És hát ugye mutattam korábban is, hogy nem egyszer volt már olyan, hogy valaki belépett, és rögtön el is ment. Jó. Ez érdekes. És hát alakultak viták is. Van, aki egy kicsit szemtelenebb a kelleténél. Van, aki élvezi a vitát, de rendesen lehet vele beszélni. És most úgy tűnik, hogy az egyik tag nem viselte jól ezt a dolgot. Tehát ez most meglepődtem, hogy elment. Na, meglepődtem. Na mindegy. Szóval, na, van ilyen, tehát élet van a klánban. Illetve, na igen, ezt még fel sem írtam a jegyzetemre, de most látom. Meghívott két klán. Szó nélkül egyébként, tehát levél nélkül. Én ezt nem értem. Na mindegy. Ja igen, ha már itt tartunk, akkor elmondom, hogy én baromira nem kedvelem, nem szívlelem, sőt, valamilyen szinten megvetem azt a toborzási módszert, hogy bum, megjelölöm, hogy elküldöm a meghívót neki, az csákány. És semmi, hello, hogy vagy, szeretném, ha csatlakoznál, semmi, hanem na mindegy. Szóval a lényeg az, hogy ezt most itt videóban elutasítom mindkettőt. Azt meg végképp nem értem, hogy ilyen szó nélkül, tehát még egy biztató levelet, érvelő levelet se küld egy klánvezérnek. Tehát klánvezérnek küldenek csak úgy levelet. Nem értem. Jó van. Lehet, hogy szőke vagyok, és ezért nem értem, de furcsa dolgok ezek. Oké. Látszik, hogy itt már itt variálgatok a rangokkal, meg jogokkal. Eléggé próbaverzióban van egy csomó minden. Ezt mondtam is nekik, hogy legyenek türelmesek. Szerintem egyesek egész türelmesek. 26-an vagyunk már a klánban, és úgy látom, hogy egyre lelkesebbek a tagok. Volt egy vicces jelenetem. Volt egy kedves tag itt, aki hát alacsony, viszonylag alacsony pontja volt, és nem figyeltem most így nagyon a tévistaton, vagy micsoda, csak úgy bum, le akartam kémlelni, mert nem tudtam, hogy mennyire aktív, vagy mennyire foglalkozik a sereggel, szóval kíváncsi voltam, hogy mi is van vele. De semmit nem láttak a kémeim, mert tényleg viszonylag kevés kémet küldtem. És akkor egy olyan üzenetet írt, hogy szerbusz, gondolom, mivel komolytalan volt a támadásod, ezért csak barátkozni szeretnél, vagy éppen így hívsz meg a klánodba. Üdv! Én meg
meglepődtem a levelen, és mondtam, hogy hát az utóbbi meghívlak a klánba. Aztán itt van a klánba, és én nagyon aktív tagom, úgyhogy és így jól eldumálunk, el vagyunk. Szóval mondom, hogy nagyon érdekes, hogy a beszélgetés, a dialógus, az, hogy hozzászólok a másikhoz, az nagyon meg tudja változtatni a körülményeket és a kapcsolatokat a személyek között. Rendben. Hát az előző videóhoz képest nőtt egy kicsit a termelés, de leálltam végül a bányákkal. Most tényleg nem tudok ezzel foglalkozni. Nagyon ritkán, amikor reggel feljövök és felgyülemlik annyi nyersi, akkor berakok egy bányát. Most egyébként a fát fogom berakni reggel, mert úgy tűnik, hogy abból van úgy kevesebb. De egyébként meg most fontosabb dolgokkal foglalkozó fallal és hát ilyen sereggel kapcsolatos épületekkel. Rejtek helyen, amit látjátok, nem változtattam, nem növeltem. Nem is, tehát eddig még egy támadásom se volt. Reméljük, nem is lesz. De raktár és tanya hát az fokozatosan növekszik, mert hát na, én is növekszem. De igyekszek nem túl gyorsan, hogy kedves szomszédomnak ne legyek nagyon csábító falat, és hát sereg és védelem, és ezek. Van két prémium pontom. Nem tudom, hogy beszéltünk-e erről valaha, szerintem nem tudom, hogy IT Lord beszélte, de a lényeg az, hogy a piacon van egy olyan, hogy prémium tőzsde. És itt mutatja, hogy mennyi készletet tud befogadni ez a prémium tőzsde. És vagy talán pont ez, hogy itt mutatja alul a kapacitást, és felül meg azt mutatja, hogy mennyi van benne. Tehát mint a raktár. Mennyi van a raktárukba. Hát tele van a raktár, tehát ki van szürkülve ez a hely. Én nem tudok eladni most nyersanyagot. Csak vásárolni tudnék nyersanyagot, prémium pontokért, de eszemben sincs. De most, ma sikerült egy kevéske nyersanyagot eladnom, két prémium pontért. Úgyhogy tehát nem muszáj vásárolni prémium pontokat. Tehát lehet nyersanyagért is vásárolni. És amit, tehát én főleg így a első hónapokban érzek legfontosabbnak, az a farmkezelő. Vannak különböző skriptek, meg bla 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 bla, de ez most teljesen legális farmkezelő. Egyik leghasznosabb dolog nyersanyag forrás. Meg is akarom mutatni nektek a statisztikát. Mutatja, hogy hogyan növekszek pontilag, falvilag, klámpontilag, és itt van a zsákmányolásom. Oh my god! Ez ma, ez mind ma, 20-a van, 20-a van. Csak ma, és még nem ment le a nap, már 45 ezer nyersanyagot farmoltam. És hát látszik, tehát valamikor ekkor kapcsolt be a farmkezelő, ez látszik. És mivel egyre tágítom a barbárfaluk farmolását magam körül, ezért egyre többet is tudok küldeni. Illetve, ahogy mondtam, körbenézek, hogy ki inaktív körülöttem, kikémlelem őket, és elcsorom a nyersiüket. Ennyi. Fú, volt egy kicsit dramatikus helyzet. Volt egy srác, kikémleltem, és elszedtem a nyersét. Nagyon-nagyon sok nyersie volt. Nagyon sok. Úgyhogy fú, hát dőzsöltem, boldog voltam. Nagyon. Erre este rám írt, hogy én milyen gyáva vagyok, hogy a nálam gyengébbeket támadom, és hogy nem merem, biztos nem merem a nálam erősebbeket. És hát szegény újra kezdte a világ szélén. Na már most én erről levélre nem válaszoltam,
Mert mit kellett volna esetleg elnézést kellett volna kérnem? Hát nem tudom, szerintem nem. Azért, mert ez a klánháború, és mert ez egy harcos játék. Itt győztesek és vesztesek vannak. Ennyi. És több a vesztes, mint a győztes. Én már csak tudom. Egén, elég sokszor tapasztaltam. Úgyhogy igen, van egy pici lelkiismert furdalásom. Igen, mert én nem szeretem az embereket bántani, stb. Stb. De ez erről szól. És igen, a gyengébbeket bántom, mert erre biztos, hogy van erőm. És ők biztos, hogy tudnak adni nyersét. Az erősek meg nem. Valószínűleg túl nagy fába vágnám a fejszémet, beletörne a bicskám, és mondjuk még ilyen szólásokat, mondásokat. Tehát hülye lennék, ha belekötnék egy nagyobbba. Vagy egy olyanba, akinek nagy serege van. Értitek? Tehát igen, lehet, hogy gyávaság, de szerintem az a bölcsesség, hogy egy gyengébet támadok le, és elveszem a nyersét. Másik dolog meg az, hogy itt van a klán, be lehet jönni. Erről szól, gyenge vagy, lassú vagy, keveset tudsz fent lenni, stb. Stb. Akkor gyere be. Tehát én az esélyt is megadom. Úgyhogy sajnálom, ez nagyon nehéz. Ráadásul régen, nagyon régen, nem csak én, mások is kaptak ilyen leveleket, hogy a játékos, akit támadtunk, annak az egyik rokona, általában az édesanyja szokott lenni, ráír a támadóra, a gyerekének a támadójára, hogy hogy merészeli, hogy az ő fiacskáját, így, meg úgy, meg amúgy. És így csak úgy pislogunk jobbra, meg balra, hogy most mi van. Hát erről szól a játék, támadjuk a másikat, nem? És szerintem az vagy nagyon kezdő, aki megsértődik azon, hogy támadnak, támadják őt, vagy nem értette meg a játék lényegét. Tehát ne sértődjünk meg, hogy támadnak minket. Nem, támadjunk mi is. Ennyi. Nem lehet mit csinálni. Sőt, tehát én olyat is tapasztaltam már, és nem egy könnyű érzés, nem könnyű feldolgozni azt, hogy növekszek szépen, meg van oldva, és valaki baromira gyorsan felnöveli magát a prémiumjaival, meg a nem tudom én zászlóival, és bum, azonnal eltipor és elfoglalja a falumat. Pedig már foglalkoztam egy hónapot vele. Nem könnyű érzés, de nem fogok újra kezdeni és ráírni azt, hogy anyázzam őt meg, hogy szígyam, hogy mit tett. Hát erről szól a játék. Nem? De. Leveleket is kapok. Na, megmutatom most már őt is. 81%. Szupi. Egyre izgatottam vagyok. Sírva fakadok, ha én lándzsát kapok. Sírva fakadok. Jó. Még meg akarom mutatni a zászlókat. Ezzel nem sokat változtattam. Kaptam ilyen tanyahelyes zászlókat. Most ez a legutóbbi zászlóm, ez az érmés. Kaptam mostanában ilyen támadósakat, és hát na. Úgyhogy most ezt már le tudom cserélni. Tehát, hogy ez jobb, mint ez. Közben kapom a leveleket. Nem baj. Illetve, az nem tudom, az talán még az előző videóban ott volt, hogy 2000 egységet képezze ki. Hát, az már megvolt, és arra is kaptam zászlót. Meg most már itt is van egy jelentés. Ja igen, a prémium tőzsdés cucc most jött meg nemrég. Hadúr, 25 különböző játékost megtámadtam már, és erre kaptam ezt. Na, szóval, igen. Ilyesmik történtek mostanában, és egyelőre nekem úgy tűnik, hogy mindent elmondtam. Arra gondoltam, hogy felolvasom azt, hogy a kérdőívben milyen kérdéseket tettem fel. Igen, az
azt hiszem ez nyitja meg a levelet. Igen. Hát egy rizsa. Kérdések. Be is, ja, nem 8 kérdés, csak 7. Direkt pontokba szedtem, ja, de 8, meg 2, A, 2, B. Hogy egyszerűbb legyen nekik is válaszolni, meg nekem is értelmezni, hogy most mire is válaszolnak. És azt veszem észre, hogy egy csomóan hát nem számozzák, meg nem tudom mi. Jó van, nem muszáj, csak jobb lenne, tehát nekem is. Tehát elég sok munkám van így is ezzel a dologgal, elég sok mindent csinálok a klánban, és megállás nélkül pofázok, tehát próbálom életben tartani a beszélgetést, a kommunikációt, magát a klán életet. Na, első kérdés, milyen beállítás, de blá, csapó kettő. Milyen beállítottságú vagy, illetve az első falud milyen? Támadó, védő vagy vegyes? Na hát most ez nyilván azért jó, hogy én tudja számolni az illetővel, hogy most először is az első faluja milyen lesz, és majd később, amikor több faluja lesz, miből lesz több neki? Tehát inkább védőből vagy támadóból. Tehát, hogy tudjam, hogy mire számíthatok ennél a tagnál. Másik. Napi szinten mire költöd inkább a nyersit? Fejlesztések, sereg vagy épületek? Ezeken belül leginkább mi? Milyen fajta épület, fejlesztés és sereg? Tehát arra vagyok kíváncsi, hogy ezzel akarom igazából kiszűrni azt, hogy valaki felesleges vagy fontos dolgokra költi a nyersanyagát. Mert valamikor elkezdenek valami baromi felesleges dolgokat képezni, mert megtehetik, vagy fejleszteni, mert megtehetik, és nincs egy konkrét céljuk vele, és igazából rosszul használják fel a nyersanyagot. Tehát mondtam is nekik, hogy ha válaszolnak ezekre a kérdésekre, ebből elindul egy beszélgetés. Tehát én reagálni fogok ezekre a válaszokra, tanácsokat adok, vagy kérdezek tőlük, hogy miért így teszik, és akkor én tanulok belőle, stb. Tehát én eléggé a kommunikációra építem ezt a klánt. Úgy érzem, hogy ez a legfontosabb, de az tény, hogy ez kerül a legtöbb időbe is. Mindig nagy fába vágom a fejszén. Oké. Mi a fejlődési stratégiád a következő egy hétre? Mit tervezel tenni, elérni? Na most ezt meg azért raktam ki, mert magamból kiindulva úgy gondolom, hogy akkor fejlődik igazán valaki, hogyha megvan a közvetlen célja, hogy most ezt meg ezt akarom csinálni. Ha valaki fejetlenül, cél nélkül halad a világba, igazából nem lesz az egészből semmi. Lassan fog haladni, stb. Ha minden egyes hétre megvan az illetőnek, hogy na most én mit akarok, akkor tudja, hogy mire használja fel a nyersanyagát. Tehát tud fontossági sorrendet állítani, ami viszont szerintem iszonyat fontos a klánháborúban. Stratégiai játék. Stratégiában az agy és az idő a két legfontosabb dolog. Illetve mennyit farmolsz napi szinten, amit mutattam statisztikát? Mert egyesek úgy gondolják, hogy a farmolás nem számít. Körbenéznek 5 faluban, mondjuk Barbárfalu, hú, kevés van benne, hát nem érdemes farmolni. Dehogy nem, baromira érdemes. Én a napi 20-30, és úgy tűnik most már 40 ezer nyersét úgy kapom, hogy minden egyes faluba hazahozok vagy 5-10 nyersét. Az mennyi? Semennyi. Viszont ha napi 6x30-szor 5 nyersét hozok haza, akkor az már kicsit több. Értitek? Pluszba még amikor találok egy olyan falut, amiben 1000-1000 nyersanyag van. Na, az is érdekes. Tehát én ebből azt akarnám kihozni, hogy értsék meg, hogy mennyire fontos a farmolás. És ezért is, hogy valahogy gyűjtsünk össze 30 prémit, nem kell valódi pénzben megvenni, ott a prémium tőzsde, 30 prémi, 30 napra tökéletesen jó a farmkezelő. Ha másra nem is használjuk a prémiumot, erre nagyon ajánlom. Illetve, hogy mikkel farmolsz, hát ezt a kezdők miatt is kérdezem, hát nagyon sokszor fogalmuk sincs, hogy mi a legjobb farmoló egység, és akkor küldenek bádosokat, kardosokat, meg ami a fűn fán terem,
És hát, hogyha megtudom, hogy mivel farmol, akkor tudok tanácsot adni neki, hogy figyelj, szerintem a K-pacit kellene kifejlesztened, és hát minél többet, és gyártsad, 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 és küldjed, küldjed, küldjed. Amit már a korábbi videóban is elmondtam. Illetve, másik fontos kérdés, tudod-e használni a BB kódokat? Lehet, hogy nagyon ostoba kérdésnek tűnik, de igenis, hiába vannak kipakolva oda a jelecskék, és csak meg kell nyomni, rengetegen nem tudják, hogy hogyan kell használni a BB kódokat. És nem lealázásból, vagy nem tudom miből, ha valaki nem tudja, mondja meg, és nagyon szívesen elmondom neki. Azért, mert ez neki és nekünk is sokkal hasznosabb és segítőbb, hogyha jól tudja ezeket használni. Illetve, ez is egy érdekes kérdés, hogy tudod-e, hogyan küldi nemes vonatot? A helyzet az, hogy találtam a YouTube-ban egy videót, ahol a maga KH csapat rakott ki egy ilyen másfél-két perces videót, megmutatják, hogy hogyan lehet küldeni a nemes vonatot. Keressetek rá, nézzétek meg, érdemes, érdekes, stb. Az egészben a nagyon érdekes inkább az, hogy maga ez az opció, amit ott megalkottak most már legálisan és lehet használni, azért született meg, mert azok, akik 7 éve, 8 éve elkezdték a játékot, ők kitalálták ezt a módszert. Tehát akkor még senki, tehát a legelső KH-s világban még senki nem gondolkodott nemes vonatba, meg akkor még ezek a szakzsargonok nem is jelentek meg talán, hogy farmolás, meg mit tudom én mit. Tehát igazából az, amivé vált a klánháború, azt maguk a játékosok hozták létre. Nagyon sok újítás, új lehetőségek, opciók azért születtek meg, mert a KH agyak, a játékosok, akik profik lettek és akik megnyerték a világokat, azok kifejlesztették, és rájöttek maguk a szervezők is, a klánháború játékvezetői is, hogy ezek valóban nagyon jó ötletek, és oké, akkor csináljunk ebből legális megoldást is. Szóval, ja, ez egy nagyon érdekes dolog. Nemes vonatról lehetne egy csomót beszélni, most nem fogok. Eszemben sincs. Oké. Illetve segítségkérés szabályai. Most hiába kérdezem meg, hogy ismeri-e, ha azt mondja, hogy igen, és végül kiderül, hogy nem, én megeszem a kalapomat. Úgyhogy inkább leírtam, vagy, hogy megkértem őket, hogy ezt írják is le, mert hogy bizonyítsák. Illetve ez nekem is jó, mert tök jó látni, hogy ki mit tart fontosnak. Szóval én megismerem valahogy a többieknek az egyéniségét is, illetve hát nekem is tudnak néha jó ötletet mondani, hogy hú, tényleg ezt én kihagytam volna. Na, hát tanulok én is. Ugye ezt meg akartam mutatni azért, mert ezeket én elég fontos kérdéseknek tartom. Ezek szerint gondolkodjatok ti is, amikor elkezditek a játékot, főleg, hogyha kezdők vagytok. Ezek mind nagyon fontos dolgok. Rendben. Azt hiszem, egyelőre ennyit akartam mondani. Szerintem egész hosszúra sikerült most ez a videó. Elég sok bepótolni valóm volt. Nem hiszem, hogy most már tudok naponta készíteni videót. Meglátjuk. Elég sok dolgom lett mostanában. Úgyhogy türelmeteket kérem, de nagyon szépen köszönöm a támogatásotokat. IT Lord is már nem első alkalommal helyettesített engem. Köszönöm a nyersiket, mindent, a stratégiai ötleteket, amiket adtok nekem. Ez mind nagyon sokat segít nekem, és szerintem gazdagítja és gazdagítani fogja a videóimat is. Köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót. Stella voltam, sziasztok!